Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, mai a kamerás műsorunkban Sándor Róbert tervezőgrafikussal beszélgetünk. Kiállítása van Zebegényi Arcok címmel a Zebegényi Művelődési Ház kiállító termében. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép meleg nyári napon a Sándor Róbi kiállításán. A televízióban láttam egy műsort, sajnos meg nem mondom a címét. Egy mosolygós gyerek üvöltette bele a képernyőbe, hogy szeretlek Magyarország. Innen lopnám ezt az egy mondatot átalakítva egy kicsit Zebegényre, és a Robi szájába adva, hogy szeretlek Zebegényt. Én azt hiszem, hogy ez a kiállítás egyértelműen azt bizonyítja, hogy mennyire szeretnek Zebegényt, hiszen ma az olimpiai évében ugye a sportolókat végigrajzolhatta volna, és az ország ismerheti meg, de itt ő ragaszkodott ahhoz, hogy ehhez a szűk körhöz, Zebegényhez, ahova kötődik gyerekkora óta, és amit nagyon szeret, hát az itteni embereket fogja megrajzolni. Én azt hiszem, hogy szerencsésnek mondhatók vagyunk mi képzőművészek, hiszen egy olyan fajta képi nyelvet kezdünk el megtanulni, nyelven kezdünk el megtanulni beszélni, amit a világon mindenütt ugyanúgy tudnak leolvasni, ugyanúgy értelmeznek Magyarországon, Amerikában, Ausztráliában. Tehát mondhatom, hogy egy világnyelven nyelvet sajátítunk el, világpolgárá válunk. És ebben a nyelvben egy speciális kategória, tulajdonképpen a karikatúra. Gyerekkoromban a család képei között általam a legkedveltebb képek egyike volt, édesapámról készített karikatúra, egy olasz művész, sajnos nem tudom a nevét, jele fekete macska volt. A fekete macskát ugye gyerekként megjegyzi az ember, és ahol rokonokhoz vagy ismerősökhöz mentünk, elég sok családban volt a családfőről, vagy egy-egy családtagról, egy-egy karikatúra ettől a fekete macskáról, úgyhogy nem is a családfőt ismertem meg, vagy föl, hanem a fekete macskát. Én azt hiszem, hogy a régi polgári családokban ez egy elfogadott dolog volt, és igényelt dolog is volt, hogy a karikatúra, mint képzőművészeti alkotás a falra kell, hogy kerüljön. Hogy mennyire nem egyszerű karikatúrát készíteni, ezt mint képzőművész merem mondani, ez egy adottság kell, egy képesség, ami nem mindannyiunkban van meg. Tehát az itt lévő, falon lévő rajzok egy különleges képességét bizonyítják a Robinak. A színvonala pedig egyértelműen zseniális kézalkotása, hiszen az igazgató asszonya tanul, hogy egy olyan fajta képi megvalósítása ezeknek a grafikáknak, amit ugye mind a ketten a képzőművészeti főiskolán végeztünk, tehát igazán mondhatjuk azt, hogy különleges, zseniális alkotások, tehát szakmai kivételes tehetségéről árulkodnak kiállítóknak. Én azt hiszem, hogy, bocsánat, ezt megígértem feleségemnek, hogy nem mondom, hogy az azt hiszem, de csak én azt hiszem, hogy ez a kis falu, község, város, Zebegény, ugye egyszer híressé vált Szőnyi mester neve fémjelezte ezt a
képzőművész itt létett. Utána hosszú évek óta üzemel ugye a Szörnyi Szabadiskola képzőművészeket vonz ide. Én nem tudom, hogy Zebegényben hány képzőművész él, de én nagyon remélem, hogy Roger azok közé fog tartozni, akinek a neve fönnmarad, és akinek a neve öregbíteni fogja ennek a helységnek a hírét, nevét. A falakon lévő arcok közül személyesen nem sokat ismerek, de akit ismerek, azt tudom, hogy nagyon hasonlít és nagyon jó. Mivel a Robi ezt nem fénykép alapján rajzolta, tehát az emlékezetére volt hagyatkozva, még nagyobb érdem az övé, hiszen mondjuk mi, akik a modellhez kötötten tudunk csak alkotni, csak ámulattal tudjuk azokat nézni, akik fejből is egy ilyen karaktert meg tudnak rajzolni. Én annak reményében, hogy ez egy olyan kezdete lesz a karikatúrának, és a, nem csak az Zebegényben, hanem hát az országban is egy kicsit illene ezt a műfajt valahogy jobban kilendíteni abból az állóvízből, amiben jelenleg a magyar grafika van, és szerves része a magyar grafikának a karikatúra. Én kívánom Robinak, hogy ne csak ezen, hanem az egész nagybetűs árt szakmányba hát ártsa bele magát, és a tehetségét ott is kamatoztassa, de azt hiszem, hogy ezek a szép rajzok mutatják, hogy jövője ezen a területen is van. Én gratulálni szeretnék a művésznek a kiállításhoz, és kiállítást ezen már megnyitom. Robi, milyen szempontok szerint választottak ki a modelleidet? A külső karakter számít neked elsősorban, vagy pedig az, amit belül gondolsz róla? Tulajdonképpen véletlenszerű volt. Abból indultam ki, akikkel jóba voltam, vagy akik megkerülhetetlen karakterek itt Zebegényben. És ahogy rajzoltam, egyre több lett. Hát 20 kép volt a cél erre a kiállításra. Volt már verseny a végén, hogy kikerüljön be ebbe a 20-ba. Van-e olyan esetleg, talán hölgynél tudom elképzelni, hogy sértődés van egy picit, mert esetleg nem a karakterének nem azt a jellemzét kapod el, amit ő esetleg szeretne. Talán ezért is van kevesebb hölgy a kiállításon. Aki viszont van, azt ismerem annyira, hogy tudom, hogy nem sértődik meg. De volt már olyan? Nem volt még. Nem tudok róla. Azt ott, hogy óriási siker, hát látod, és az emberek mosolyognak, nevetnek, ez egyfajta könnyebbség, vagy inkább ez egy nehezebb műfaj, mint hogyha mondjuk a klasszikus, grafikus, klasszikus rajzul lennél, tehát mint egy utcai portréfestő, csak esetleg más kvalitásban azokat csinálnád. Annyiból nehezebb műfaj, hogyha nem ismerik föl a karikatúrán szereplőt, akkor az elég nagy baj. Hiába jó akkor rajzilag a kép, hogyha nem ismerősek a karakterjegyek, akkor az nem jó. De miért pont ezt választottad? Miért a karikatúra részét, tehát a jellegzetességek tréfás kibontását választottad, és nem pedig az előbb említetted, hogy lerajzolt karakterében előhúzod mondjuk a méltóságát, nemességét, gyarlóságát, törékenységét, és így tovább? Én mindig rajzoltam karikatúrákat, de ez csak egy szelete. Tervező grafikus vagyok, és illusztrálok, szóval sok mindent csinálok, de karikatúrákat mindig rajzoltam, és most idén jött ez az indítatás, hogy akkor ezt a fél évet a karikatúrákra szánom.